Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. Mm-hmm. And it's the only thing we take with us when we die. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Through the phone, wait for me to come home. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, én Rácz Roland vagyok, én leszek ma itt az a személy, aki betölti majd a Wülfé szerepét. Mielőtt elkezdeném a mondandómat és a mondókámat, egy főpróbát szeretnék csinálni a kedves nász néppel, ami annyiból állna, hogyha én a mai nap folyamán azt fogom mondani, hogy halljunk szót, jól érthetően és hangosan viszont szeretném hallani mindenkitől azt, hogy halljunk. No tehát, halljunk szót! Halljunk! Ez gyenge volt. Ugye, Gábor, te is egyet értesz. Tudnak jobban. Na, egy kicsit intenzívebben, kedves vendégek, jó? No tehát, halljunk szót! Halljunk! Ezt kérem tőletek holnap hajnalig. Hát, kedves vendégek, íme megérkeztem. Hogy ilyen szerencsésen ideérek, azt magam sem hittem. Roland Wülfé, lennék ki most itt szavalok, és ha el nem zavartok, holnap hajnalig veletek maradok. De mielőtt a jövetelem célját közlöm, először a kedves vendégeket köszöntöm.
Kívánom önöknek, hogy mulassunk egy nagyot, és vidáman töltsük el ezt a szép meleg szombati napot. Itt el mellettem ez a jóképű legény, azt beszélik róla, majd ő lesz a vőlegény. Na de hát álljunk már meg, hisz valami hibázzik, mert ahogy elnézem mellőle egy mennyasszony, hiányzik. Jól látom? Jól látom. Meg kellene keresni. Jaj, nem is tudod, hogy merre van. Elhagyta. Na jó, akkor én elmegyek és megkeresem. Neked itt van elvileg, gondolom, ugye? Így van. Valahol itt kell az épületen belül tartani. Jó, akkor fogom hozni, és az lenne az én kérésem hozzád, hogy amikor megérkezett a kedves mennyasszonyod, feleség jelölted, add át a csokrot és egy csókkal üdvözöld, jó? Rendben, megyek. Már is megyek érte. Látom egy leányt itt nem messze, szépen kiöltözve. Úgyhogy fordulj meg, barátom, légy szíves, mert nagyobb a szerencsém, mint ahogy gondolnám. Ezt a szép leány nem messze találnám. Alig találtam rá, csupa igyekezett, most is odaben sepregetett. Szerintem ő a mennyasszonyod, nézd milyen szépen csipkésbe öltözött. Hát igen, szokták mondani, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Na tehát. Hát a drága anyósomat találtad meg, kedves főfé kolléga. Hát akkor jó úton haladok. Jó úton haladsz, így van, jó. Tehát végül is egyet keresel, mert a gének ugyanazok, csak egy kicsit korábbi verzió, ugye? Így van, mondhatjuk így is. És akkor? Hát nem ő a mennyasszony. De nagyobb a tapasztalat, a főzés terét meg. Nem baj, én a lányát szeretném elvenni. Biztos vagy benne? 1000%. De nagyon szépen kijön. Nézd meg, milyen szépen mosolyog. Látom. Azért el vagy bizonytelen, azért halljuk be! Kérném, hogy mondjam, nem. Tehát akkor nem ő lesz. Nem ő lesz. Jó, akkor ha csókod, nem is azt neki, két puszival azért köszönj, légy szíves. Akkor megkérjélek, fáradj be most már a kedves vendégek köré, és akkor elmegyek, akkor megpróbálok. Hát, jó, próbálj szerencsét, hogy mennyi asszony. Jó. És akkor rögtön csókot kell adni már. Jó, rendben. Megtaláltam, megtaláltam! Imore, itt van! Imore! Ajjaj, ez Sánta! Nem én bír járni! Na hát akkor, na már a mosolyon látom, hogy jó helyen járok, hölgyeim és uraim, megremegtek a térdek is. Ha, egy ilyen gyönyörű nőt mi nem láttam. Ugye? Tehát én ezt merem neked garantálni, hogy festő nem tud ilyen szépet festeni, amilyen szépet most elét hoztam. Hát ebben biztos vagyok. Hát itt van koronája ezen tisztelt háznak, hogy a karomon tartom, a szemeim valóban kápráznak. Igéző szép leány, mondhatni jó dolgos, ha ki nem csalom most is oda bent most. Szállj ide a kedves férj jelölted mellé. Na, hagyd nézzük. Hölgyeim és uraim! Maradhat! Meg fel! Nem. Mi a probléma? Házias, nézzétek, hogy mosolyog. Szép új ember, kedvem. Igen? Nem tudom. Jó, az nem rossz, nem rossz. Nem rossz, nem rossz, de jó, nem ilyen. Akkor ott mondjál már, hogy három dolgot, hogy mire figyeljek oda. Mire figyelj oda? Gyönyörű zöld szeme van. Zöld szem, igen. Gyönyörű mosolya. Igen, mosoly, itt is gyönyörű a mosoly. És a szoknya alatt nem tudod mennyire látod, de nagyon kecses lábai van. De hát akkor menjek a szoknya alá is úgy hozzá. Hát igen. Jó. Hát elég vaskos. És uraim, én elég vaskos pokája. Amit a vőlegényünk mond, nem tudom, gyerekkorában is ilyen válogatós volt, a főzelékek közül is így válogatott? Mint a szép lányok közül? Akkor biztos, hogy nem kell? Nem, sajnos, nem tartok rá igény, ne haragudj. Semmi, nem tudunk meggyőzni. Nem. Akkor se, ha az egész lagzidő állja. Akkor sem. Olyan Isten így. Na hát akkor. De egy kis nagy tasset kérnék, hölgyeim és uraim, a leányzónak. Majd a jövő héten megpróbáljuk valamelyik lagziba eladni. Halljunk szót! Halljunk!
Hát itt van koronája ezen tisztelt háznak, hogy a karomon tartom a szemeim kápráznak. Itt van a koszorú szűzies homlokán, ekkor szép a leány, ekkor csak igazán. A szerelem tüze lángol a szívében, a boldogság könnye ragyog a szemében. Gábor barátom, lép közelebb egy szóra, míg szavamat emelem épületes szóra. Mondd meg hitedre, mondd meg lelkedre, ez az a lány, akit választottál? Ő az igen. Nos, kedves barátom, ha így áll a dolog, átadom a leányt, kit karomon tartok. Átadom néked azon óhajtással, hogy éljetek a sírig boldogan egymással. Nagyon szép, nagy csókot. Hölgyeim és uraim, egy nagy tasszok kérek a leendő egyes párunknak. Mind a három feltétel teljesült, amit kértél, tehát mindent leellenőriztem. Hölgyeim és uraim, aki még nem találkozott volna a gyönyörű mennyasszonyunkat, lehet üdvözölni, és megkérem a kedves vendégeket, tessenek fogyasztani, enni, inni, mert nem sokára indulunk Sajókazára, ahol a polgári szertartás szemtanúi lehetünk. Kérlek benneteket, fáradjatok be a kedves vendégek közé, és beszegessetek csinálni. Halljunk szót, hölgyeim és uraim! Halljunk! Megkérem a kedves vendégeket, akik esetleg távolabb vannak, egy picit fáradjanak közelebb, hogy lássák és hallják a mostani történéseket. Ugye most már biztos, hogy én leszek ma itt a vőfély ezen a gyönyörű napon, ezért megkérném az ifjú párt, hogy a botomra kössék fel a jelképes vőfély szalagot, hogy itt már mindenki láthassa, hogy hivatalosan is maradásom van ezen a helyen. Hölgyeim és uraim, egy nagy tapsot kérnék az ifjú párnak. Akkor most én azt kérném tőletek, Gábor, megkérnélek, hogy figyelj rám, te is légy szíves, hiszen most még úgy álltok itt, mint menyasszony és főleg én, és jó pár perc múlva már férj és feleségként fogjátok köszönteni egymást az első hitvesi csókkal. Én azt kérném, akkor az utolsó látványos egyespári csókot kérném tőletek. Egy nagy tapsot kérnek, hölgyeim és uraim. És majd egy jó fél óra múlva meg fogjuk tőletek kérdezni, hogy mi a különbség a két csók között, jó? És akkor megkérném szépen, kedves vendégek, kettő tanút szeretnék idekérni tisztelettel, akik a mai nap folyamán aláírásukkal és jelenlétükkel fogják képviselni ezt a gyönyörű napot, és megkérem az ifjú párt, hogy tegye fel a násznagyokra a megfelelő bokrétákat. Hölgyeim és uraim, akkor megvan a mai napra a két tanunk is, úgyhogy meg vannak különböztetve, vigyázzunk rájuk, nehogy elveszítsük őket majd a menetben, mert akkor nem lesz, aki aláírja az anyakönyvet, és akkor esetleg nem lesz hiteles a mai nap. Hát hölgyeim és uraim, nagyon nagy pillanatok előtt állunk, hiszen itt áll Viktória és Gábor, és kimerem jelenteni bátran, hogy életük legbátrabb és legmerészebb döntését meghozták, mégpedig azt, hogy mától kezdve már a papírforma szerint is hivatalosan egy közös úton szeretnének járni. De az, hogy ők idáig eljussanak, nagyon sokan voltak, akik támogatták, segítették őket a hosszú úton, és engedjétek meg, hogy mielőtt elindulunk a szertartásra, egy pár szóban köszönetet mondjak az ifjú pár nevében azoknak a személyeknek, akiknek ők nagyon sokat köszönhetnek, és akik nélkül ebben a formában nem állhatnának most így itt. Tisztelt vendégsereg! Ifjú mennyasszonyunk akar most szólani, de én fogom most őt helyettesíteni. Én most elmegyek, mert ütött az óra, emelem ajkam egy pár búcsú szóra. Először szavamat, atyám, felét fordítom. Búcsúzó szavamat zokogva indítom. Köszönöm irántam atyai voltodat, ahogy neveltél engem, leányodat. De engedd meg, jó apám! Ha megbántottalak, vagy ha talán olykor háborítottalak, az Istenre kérlek, engedd el vétkemet, hogy el ne veszítsem szegély lelkemet. Ezzel befejezem tőled búcsúzásom, áldjon meg az Isten, szívemből kívánok.
Most hozzád fordulok, kedves édesanyám! Ki voltál én nékem, felnevelő dajkám? Azért, édesanyám, mielőtt indulok, könnyező szememmel kebledre borulok. Gondviselésedért áldjon meg az Isten, ki uralkodik fent a magas égben. Kedves testvérem, akit a szívem oly igen szeretett egész életemben, szeressük mi egymást éppen úgy, mint eddig, szerető testvérek maradjunk a sírig. Drága nagyszüleim, most hozzátok térek. Ha valamivel megbántottalak benneteket, bocsánatot kérek. Én most már elmegyek, áldjon meg titeket az Isten. Éljetek közöttünk sokáig erőben és egészségben. Tisztelt vendégsereg! A vőlegényünk is eképpen szólna, ha a szíve érzelméből szavakhoz jutna. Elmondom hát, mit az elméje gondol, eképpen volna. Látom az arcáról. Édesanyám, amikor hozzád beszélek, akkor a szívemben nagy fájdalmat érzek. Neked köszönöm, hogy a földön élek, és hogy felneveltél, hálát adok néked. Csak azért az egyért könyörgöm én neked, hogy tartsd meg irányomban mindig a szereteted, mert habár én most tőled elszakadok, de én mindig a te kicsi, kicsi fiad maradok. Köszönöm, jó apám, amit értem tettél. A jóra tanítottál, a rossztól védtél. Tudom, hogy most nagyon örül a szíved, hogy az életem útját ma pecsételem meg. Drága édesapám, nagyon szeretlek, és ígérem, soha nem felejtem el intelmeidet. Drága testvérem, nem válik a vér soha vízzé. Testvér, testvér marad mindörökké. Egy test és vér, benne van a szóban, maradjunk mi együtt jóban és rosszban. Drága nagyszüleim, Isten veletek! Kisunokátok búcsúzik most tőletek. Én most már elmegyek, áldjon meg titeket az Isten. Éljetek közöttünk erőben és egészségben. Hölgyeim és uraim, kedves szülők, az ifjú pár nevében köszönöm szépen, hogy eljuttattátok őket a nagyúti céljukhoz, hogy felnőttek lehettek, és már most egy önálló úton indulhassanak el. Én tőletek, majd Gábor, azt kérem, hogy minél több unokával halmozzátok el őket, jó-rossz gyerekek legyenek, hogy majd nekik is ezt a szeretetet és ezt a támogatást, tudást át tudják adni majd a leendő nagyszülők. És hölgyeim és uraim, kedves vendégek, most már valóban elmondhatom, hogy percek kérdése, és elindulunk Sajókazára a kastélykertbe, ahol a polgári szertartásnak szemtanúi lehetünk. Megkérem a tisztelt násznépet, szíveskedjenek felállni, és mindenki fáradjon az autójához, és perceken belül indulunk.
engedjétek, engedjék meg, hogy nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntsek minden kedves megjelent vendéget azon ünnepélyes alkalomból, hogy Varga Viktória menyasszony és Méhész Gábor vőlegény egymásnak örökhűséget fogadnak, mely eseménynek önök is szemtanúi és főtanúi lehetnek. Kedves ifjú pár, megjelentetek előttem tele reménnyel, vágyjal, szeretettel, hogy együvé tartozásatokhoz kimondhassátok a boldogító igent. Ehhez az ünnepélyes pillanathoz megkérnélek benneteket és a tisztelt vendégeket, szíveskedjenek fölállni. Azzal a komoly elhatározással jelentetek meg előttem, a Solyókozai Önkormányzat anyakönyvvezetője előtt, hogy egymással házasságot kössetek. A házasságkötés megelőző eljárás során bemutatott okiratokból és tett nyilatkozatokból megállapítottam, hogy házasságkötéseteknek törvényi akadálya nincs. Polgári törvénykönyvünk szerint házasságotok akkor jön létre, ha a hivatalból eljáró anyakönyvvezető és két tanú előtt szabad akaratotokból kijelentitek, hogy egymással házasságot kívántok kötni. Kérem, hogy a feltett kérdésemre szíveskedjetek hallható választ adni. Kijelented-e, Varga Viktória, hogy az itt jelenlévő Méhész Gáborral házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Kijelented-e, Méhész Gábor, hogy az itt jelenlévő Varga Viktóriával házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy Méhész Varga Viktória és Méhész Gábor polgári törvénykönyvünk értelmében házastársa. Kérem a vendégeket, szíveskedjenek helyet foglalni, de megkérnélek benneteket, hogy házasságkötéseteket aláírásotokkal pecsételjétek meg. Szíveskedjék fel! A világ összes táján a szerető emberek jeggyűrűt húznak egymás ujjára. Az összetartozásnak, a végtelenségnek és a hűségnek a szép szimbólumát. Ezelőtt néhány perccel, mint mennyasszony és vőlegény kaptam tőletek, most visszaadnám, mint feleségnek és férnek, hogy húzzátok fel egymás ujjára, s legyen az összekötő kapocs egy egész életemel. Benneteket, hogy házasságkötéseteket pecsételjétek meg az első hitvesi csókkal. Az asztalon ez a két homokszemeket tartalmazó pohár jelképesen titeket jelent,
A homokszemek pedig az érzéseiteket, gondolataitokat, s mindent, ami csak a tiétek. Kérlek benneteket, hogy töltsétek a színes homokszemeket a középső üvegbe, mely most kezdődő házasságotokat jelképezi, hiszen mindaz, amit magatokban hordtatok eddig, most már ezáltal egyé válik. Természetességgel, olyan magától értetődően mondtátok ki az igent, ami annak a jele, hogy nagyon megérett már a szándék bennetek, hiszen ezen döntésetek alapja a 7 év ismerettség. Hónapok óta készültetek a mai napra, komoly feltöréssel terveztétek meg a mai nap minden mozzanatát. Nagy körültekintéssel készülődtetek, ami azt jelzi mindenki számára, hogy tudják, nem egyszerűen csak a házasságkötés helyszínére érkeztetek. A kimondott igen szó hallatán kicsit elszorul a torok az egész életre kimondott egyetlen szóra. Nem csak két tanú, a rokonság, a jó barátok előtt vállaljátok társatokat, hanem az egész világ előtt kinyilvánítjátok együvé tartozásokat. A szerelem bámulatos gazdagságát átélni csodálatos emberi érzés. Egyszerre van benne odaforduló szeretet, megértő figyelem, önfelett odaadás, önzés és féltékenyen őrzött függetlenség. A szerelmesek magától értetődő természetességgel élnek és érvényesülnek egymás mellett az összetartozás jegyében. Azonban két ember házassága egy minőségében új, folyamatában változó kapcsolat kezdete. Szívből kívánom nektek, hogy soha ne a törvény tartsa össze a most megkötött, gyönyörű szövetséget. A szép jövőbe vetett hiteteket őrizzétek meg egy életen át, hiszen bármi legyen is a célunk az életben, semmire sem vágyunk jobban, mint a szeretetre. A szeretet azonban hatalom és művészet is egyben. A házasságot a felek közötti kibontakozásnak is tekintik, ehhez azonban időre és sok-sok erőfeszítésre van szükség. Higgyetek Dosztojevszkijnek, aki szerint a szeretet az egyetlen legyőzhetetlen erő az egész világon. Bízzatok egymásban, a bizalmat szavakkal és tettekkel erősítsétek meg, mert vágyaitokat, reményeiteket, álmaitokat csak így tudjátok megvalósítani. A boldogságra vágyó embereknek ősidők óta visszatérő szép álma és vágya, hogy társat találjanak. Hiszen amíg egyedül vagyunk, csak álmodjuk a világot, de a világ szebb, mint az álom. A mindennapok örömének és gondjának együttes megértő átélése, ez a boldogság záloga. Sugárzó arccal, egymás kezét fogva indultak mell egy közös úton, a boldog családi élet felé, hiszen oly kevés kell néha a boldogsághoz. Jó szó, figyelmesség, hallgatás, meghallgatás, az esők derűs nyugalma, a feleség odaadása, a férj önfeláldozása és a tartalmas, meghitt beszélgetése. A hazatérés, az együttlét percei jelentsenek ünnepet a számotokra. Igyekezzetek a továbbiakban is harmonikus családi légkört teremteni otthonotokban majd, amelyben az őszinteség és a szeretet az összekötő kapocs közöttetek. Olyan otthont, ahová mindig örömmel tértek haza, hiszen vár benneteket az a valaki, a társ, akit nagyon szerettek, aki mellett nyugodt pihenésre és megértésre találtok.
rajtatok múlik, hogy az egymásnak ajándékozott életeteket milyen tartalommal töltitek majd meg. Évek hosszú során, mióta ismeritek egymást, már tudjátok, hogy az embernek magának kell az életét, a párját megteremteni, de nem úgy, hogy a párját erőszakolja önmagához, hanem hogy önmagát alakítja önfeláldozással a párjához. Ez a kölcsönös önfeláldozás a másik iránti szeretet és tisztelet. Mert tevékeny erő a szeretet, tenni kell valamit a másikért, feltétel nélkül adni, hiszen legszebb adás a magamadás. Azt adom, ami bennem a legértékesebb, és az adás pillanatában megszületik a csoda, a szeretet viszont szeretetet szül. Kívánom nektek ezt a csodát, a legszebb emberi érzést, mert aki szeret minket, megteszi számunkra a csodát, megtanít bennünket élni, hinni, bízni, győzni. Kedves szülők, legnagyobb tisztelettel mondok köszönetet önöknek a fiatalok nevében, a sok álmatlan éjszakáért, a bátorító szóért, a mérhetetlen türelemért, lemondásért. Megköszönöm az anyanyelv ízét, az emberiség által felhalmozott bölcsesség átadását, a becsületet, a hitet az emberi közösségben. Mindaz, amit gyermekeikbe oltottak a nevelés hosszú évei alatt. Tudom, elszorul a szívük, féltik őket a rájuk váró nehézségektől, gondoktól. Megértésükkel, bizalmukkal segítsék őket az egymáshoz való alkalmazkodásban, hogy ez az általuk választott egyetlen életút tiszta, szép és emberi legyen. Köszönjétek meg! Ezekben a szép percekben próbáljátok meg visszaemlékezni az önfelett és boldog gyermekéveitekre. Gondoljatok tisztelettel és nagy-nagy szeretettel a szülői házra, benne azokra, akiknek az életet köszönhetitek. Örök hálával tartoztok feléjük, akik mérhetetlen szeretettel, gondoskodással, odafigyelő szeretettel gondoskodtak rólatok, akiknek szeretete határtalan, és mint eddig is, tovább kísér benneteket további utatokon. Vegyétek tőlük nagy-nagy szeretettel a sok jó tanácsot, amiket azért adnak majd nektek, mert szeretnétek benneteket mindig nagyon boldognak, nagyon felhőtlennek látni. Azt kívánom nektek, váljanak valóra házasságkötésetekhez fűződő legszebb reményeitek, hosszú életet éljetek szeretetben, boldogságban és megértésben. Engedjétek meg, hogy a magam nevében az alábbi szentál idézettel búcsúzzam tőletek. Mi nem hirdetjük fennen hangos szóval, csak te, csak én, örökké, holtomiglan. Mi megpróbálunk csendesen boldogok lenni, lelkünk mélyén őszintén igazán szeretni. Engedjétek meg, hogy úgy a magam, mint a Sajókazai Polgármester Hivatal nevében szívből gratulálja. Fogadjátok szerencse kívánataimat, és szeretném, hogyha az egészségetekre,
kocintanánk egy pohár pezsgővel, amihez megkérném a kedves szülőket és tanunkat, természetesen benneteket elsősorban, szíveskedjenek közelebb fáradni. Házasságkötésetek megtörténtét igazoló és bizonyító házassági anyakönyvi kivonatot, és még egyszer szeretettel kívánok nektek nagyon-nagyon hosszú, boldog és tartalmas életet. Polgári házasságnak kedves vezetője és az anyakönyvünknek igaz kezelője, én hálás köszönetet mondok az ifjú pár nevében, hogy így híven járt el kötelességében. Kívánom érte az Úrnak áldását, boldogan végezze élete folyását. Köszönjük szépen a szíves közreműködést. Én nagyon köszönöm a kedves szavakat. Köszönöm szépen. Thank you.
mutatni az ifjúpára gratulációkat. Ezért megkérek minden kedves vendéget, szíveskedjenek az autóikhoz fáradni, és akkor indulunk Marcikára, hogy az egyházi szertartásnak is szemtanúi lehessünk. Megkérek mindenkit, fáradjunk az autókhoz. Set that.
Thank you.
magára zárja a számotokra a remény, amit az ígéretekkel teszed, vagyis hogy a szeretet nem ismer halálát. Ahogy a Szentírás mondja, most már többé nem kétes, hanem csak egy. Amit tehát Isten egyöltött ember, szépen állsz. Éppen ezért kívánok neked, hogy legyen számodra ez a gyűlölet,
ajándékoz a házasságot. Elfogadom. Ígéred, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint nevelem őket. Ígérem. Viktória, megfogoltad-e Isten előtt szándékodat és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot? Igen. Ígéred, hogy lendő férjedet tiszteled és szeretet, míg a halál magyar szokás szerint estivel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek. Tegyétek nyugatokat a feszületre, és mondjátok utána az esküszakot. Mond utána, Isten engem segíjen. Isten engem segíjen. Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentje, hogy téged Viktória szeretlek, szeretetből veszlek feleségül, Isten rendelése szerint, az Anya Szent Egyház törvénye szerint, és téged el nem hagylak, oltomidlan,
Boltodikra. Boltodikra. Semmiféle baj. Isten engem is megél. Isten engem is megél. Nagyasszonyunk a boldogság, Szent Mária. Nagyasszonyunk a boldogság, Szent Mária. És Istennek minden szentjei. Hogy téged gyávol szeretve, téged gyávol szeretve, szeretettel megyek hozzá feleségét, szeretettel megyek hozzá feleségét, Isten rendelése szerint, Isten rendelése szerint, az Anya Szent Egyház törvénye szerint, az Anya Szent Egyház törvénye szerint, és téged elmondva, és téged elmondva, holtomikra, holtomikra, semmiféle baj, semmiféle baj, Isten engem is. Csókold meg a hűség gyűrűjét, kezd el a hűség gyűrűjára húzni, és ott utána Viktória, viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jeléjét, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszen keresztelésetek napján első
Most pedig kedves testvérek, az új házaspár gyönyörökké, Isten áldását, hogy segítségével jóságosan támogassa azokat, akiket a házasság szentségével gazdagított. Szent Isten, te hatalmad erejével a semmiből megteremtetted a világot, majd miután a mindenség alapjait feladtad, Isteni képmásokra megalakítod az embert. A férfinak Thank you.
Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was love. It's not the way I hoped or how I planned, but somehow it's enough. And now we're standing face to face. Isn't this world a crazy place? Just when I thought a chance had passed, you go and save the best for last. All of the nights you came to me when some silly girl wondered how you'd make it through. I wondered what was wrong with you. 'Cause how could you give your love to someone else and share your dreams with me? Sometimes the very thing you're looking for is the one thing now we're standing face to face. Isn't this world a crazy place? Just when I thought a chance had passed, you go and save the best for last. Ahogy szél sötét, és
és mindegy, hova vezet az út. És velünk jönnek az álmok is, ahogy máskor is ugyanúgy. Nem tagadom, hogy őt szeretem, és fáj, ha nincs vele. Ez a bajom, ez a nagy szerelem, és nincs rá gyógyszerem. Nem tagadom, hogy őt szeretem, a legszebb kincs nekem. Kiakadok, ha elveszítem, mert nem lesz több ilyen. Ahogy szélsed, és mindegy, hova vezet az út. És velünk jönnek az álmok is, ahogy máskor is ugyanúgy. Nem tagadom, hogy őt szeretem, és fáj, ha nincs vele. Ez a bajom, ez a nagy szerelem, és nincs rá gyógyszerem. Tagadom, hogy őt szeretem, a legszebb kincs nekem. Kiakadok, ha elveszítem, mert nem lesz több ilyen. Tudtuk még, mennyire szép az, ami ránk vár. Hosszú heteken át csak egy barátot láttam, és lassan fogtam fel, hogy ez az egész valahogy sokkal több lett. A néma csend után te vagy nekem a május délután, te vagy a sziget az élet tengerén, te vagy nekem a perc, mit vártam én. Ahogy fut az idő, sokszor van, hogy egy nő és egy férfi másképp dönt. Marad az út, két külön út, egymástól távol. Nekünk egyszerű volt, minden mellettünk szólt, és a holnap ránk köszönt. Igazi vágy lehetett minden álmunk. Te vagy a zene, te vagy nekem a május délután, te vagy a sziget az élet tengerén, te vagy nekem a perc, mit vártam én. Nem titok rég, hogy az élethez álom kell. Repülni kell, még ha nincs is szárnyunk.
itt Gábor barátommal megbeszéltem. Akitől nem fogjuk hallani azt, hogy halljuk, az már nem ihat jól beütött pálinkát a lakszóra. Jó? Na akkor próbáljuk meg így. Halljuk szót! Halljuk! Hát kedves vendégek, gyönyörű leányok, alázattal szólok most hozzátok. A kedves mennyasszonyunk azt szeretné tudni, hogy az ő példáját ki fogja követni. Amit a kezében láttok, az nem egy díszes bokor, hanem maga a mennyasszonyi csokor. És aki ezt elkapja, az lesz az ő erénye, hogy hamarosan lesz majd az ő esküvőjét. Én, mint nagybőfi, abban reménykedem, hogy majd az ő esküvőjét is én vezethetem. Hölgyeim, mindenkinek mind a két kezét szeretném fent látni, hogy egyenlőek legyenek az esélyek. Tegyük le nyugodtan a táskát. Akkor megkérem a násznépet, hogy közösen számoljunk-e háromig, jó? Egy! Kettő! Három! Tessék! Na még egyszer akkor a mennyasszony nem figyel! Egy! Kettő! Három! Meggyakuláljak már én is neked, szia! Nem betűtt. Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, még megkérném a legény férfi embereket is, ők is jöjjenek már ide, egy csokrot próbáljanak megalkotni, mert Gábor barátom is kíváncsi természetű, de megnyugtatok mindenkit, nem kell rögtön házasodni, jó? Gyertek! Gyertek, fiúk, bátran! Ha elmondom, hogy miről van szó, biztos vagyok benne, hogy betűnni fogtok, jó? Na akkor megkérem a kedves vendégeket egy picit figyeljenek, és mindjárt elmondom, hogy miről is lenne szó. Tehát megnyugtatlak benneteket, fiúk, nem kell nősülni. Ugye hallottátok ezt a nagy koppanás, hogy mindenkinek leesett egy gű a szívéről. Na hát elmondom, hogy miről lenne szó. Ugye Gábor barátom volt itt a környéken, az ügyeletes safety pro. Ő volt a nők állványa, ő volt a kocsmák királya, ő volt a kártya császára. És azt mondta, hogy a mai naptól fogva ezt a néha életet befejezi, csak egy asszony létezik a számára, a kedves felesége, és tett nekem egy ígéretet, hogy mától kezdve minden nap fél hétkor pizsamába fekszik otthon, és együtt nézi a feleségével a híradót. Mert nem fog menni sörözni a haverokkal, sem meccset nézni, horgászásról egyáltalán szó sem esni. Úgyhogy most el szeretné dobni a harisnyakötőt, hogy legyen egy méltó utódja, és figyeljetek, mert aki elkapja ezt a harisnyakötőt, egy évig büntetlenül bármit csinálhat. Jó, akkor egy év szabadság jár a harisnyakötő megszerzéséért. Na akkor fiúk, egy év szabadság a tét, tehát letelik a munka délután kettőkor, és éjfélkor még a kollégákkal söröző hazamész felmutatod is. Szó nem érheti a ház elejét. Ne kéne szerintem nagyon szólni. Akkor itt is várnám a kezeket, és lehet vetődni, és megkérném a kedves násznépet, itt is számoljunk bele már ilyen háromig, jó? Egy, kettő, három! Matek az nem volt az erőssége. Na akkor még egyszer. Egy,
kettő, három! Egy dolgot még elfelejtettem mondani, mert kicsit feledékeny vagyok. Tehát ez az egy év szabadság csak úgy lesz érvényes, ezt a harisakötőt holnap hajnalig viselni fogod magadon. Akár oda is. Na, akár egy nagy tas kíséretében. De csak kell neki az egy év szabadság. Jó, hölgyeim és uraim, készen álltok egy harmadik tartó mulatságra? Igen! Ez nem volt elég meggyőző. De készen álltok egy hajnalig tartó mulatságra? Igen! Jó, akkor elmondom, hogy még nem indulunk. Előtte megkérek mindenkit, fáradjon ide egy nagy közös csoportkép erejéig, jó? Igen. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to say. Every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. Cause every time we touch, I feel the static. And every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. Your arms are my castle. Your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. Oh, the good and the bad times we've been through them all. You make me rise when I fall. Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. Cause every time we touch, my heart beats so I can't let you go. Want you in my life. Every time we touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. Cause every time we touch, I feel ecstatic. Every time we kiss, I reach for the sky. Can't you feel my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life.